Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Kérdésemben történt megfogalmazás alapján felidéztem a nemzeti fejlesztési miniszter azon mondatait, amit bizottságomban történt meghallgatása során mondott. Azt tudom önnek mondani, elnök úr, hogy január 1-től hozzánk került a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint hatóság, és azt tudom önnek ígérni, hogy január 1-jel az átvétel után legkésőbb, és kérem kollégáimat, hogy jegyezzék is fel, március 31-ig írásban annak örök egy érdemi választ azzal kapcsolatban, hogy a Rákoshegyi légszennyezettség, illetve zajszennyezettség mértékét lehet-e csökkenteni. Erre azóta sem került semmilyen sor. Miniszter úrtól nem kaptam meg a beígért választ, ezért voltam kénytelen a parlament falai közé hozni azt a kérdést, hogy mi lesz a Rákoshegyiekkel. Magyarországon a légiutas forgalom túlnyomó többségét Közép-Európa egyik legnagyobb légikikötője, a Liszt-Ferenc reptér bonyolítja, azonban az nem kér rendszeresen felújítási bővítési engedélyeket, hanem karbantartásokra hivatkozva valósítja meg bővítéseit. Ennek megfelelően a Rákoshegyiek, ahova most át van sorolva a légi forgalomnak a túlnyomó többsége, és részben a kőbányaiak, ennek zajhatásaiból és egyéb környezeti hatásaiból jócskán részesülve jelentős mértékben panaszkodnak, és nem csak nekünk a Fenntartható Fejlődés Bizottságnál, hanem bizony a kormánypárti polgármester is írásban fordult már a miniszterhez, hogy megoldást keressen. Sajnos a megoldásra egyelőre semmilyen válasz nincs, fel lettek puhítva az ezzel kapcsolatos jogszabályok, de azokat a jogszabályokat sem tartja be a fenntartó, és ezért lehetséges az, hogy mindenféle zajhatást, éjszakai közlekedési tilalmat és minden ezzel kapcsolatos szabályozást felülírva gyakorlatilag a fenntartó szabadon növeli a utasforgalmat és ezzel a zajhatást. Ennek megfelelően arra lennék kíváncsi, hogy mikor biztosítja a kormány végre a helyzet normalizálását. Gondolkozniuk sem kell, az érintett kerületek önkormányzati szakemberei, helyi szervezetek, de több bírósági dokumentum is részletes javaslatot tett, hogy mi a teendő, tehát ezügyben nem szükséges az, hogy önök gondolkozzanak, készen állnak a dokumentumok. Mégis kinek az érdeke az, hogy nem történik semmilyen lépés, és mikor várható az? Erre várnám tisztelettel válaszát. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt tisztelt képviselő úr. A miniszteri ígéretnek megfelelően 2016. februárjában jogerőssé vált a repülőtér zajgátló védővezet kijelölő határozata, amely egyebek között a Rákoshegyiek zajvédelmét is biztosítja. Magánál a zajvédelemnél, és ahogy ön is mondta, Közép-Európa egyik legjelentősebb nemzetközi repülőtérének közvetlen környezetében valami fajta hatással mindenképpen számolni kell. Nyilvánvaló, hogy a forgalom időkorlátozásával, éjszakai repülések korlátozásával, illetve tilalmával, felszállási irányok kijelölésével, felszállási kanyarodási szögek meghatározásával a zajártalmat lehet befolyásolni, és ezt meg is tettük. Tehát a kormány nem hagyta és nem hagyja cserben a Rákoshegyieket sem. Ezek a zajvédő intézkedések felölelik, mint említettem, a forgalom kritikus időszakban történő Budapest feletti éjszakai műveletek korlátozását, környezetkímélő repülési módok alkalmazását, futópálya használatot, zajcsillapító hajtőmű próbázó hely kiépítését, sugárfék visszaszorítását és egyáltalában csendesebb gépek bevezetését. Ez egy várossal körbeépült repülőtér esetében a világon mindenütt feladatot jelent a közlekedési szakemberek számára. A magyar körülmények között is igyekszünk a lehető legmesszebb menően az ott a Ferihegy környékén lakók védelmét biztosítani. Ugyanakkor, amit ezzel együtt, az kétségtelen, hogy a 2017. március 13-án kezdődött és 17. júniusáig tartó felújítás, az egyes pálya felújítása, ez okoz gondokat, ezért ez év nyaráig az ott lakók szíves türelmét és megértését kérjük. Utána ezek a gondok mérséklődni fognak. Köszönöm szépen. Köszönöm.